látsz valamit a képen megmozdulni, azt tehát a legjobban azt valamivel csinálják, az dollival, kamerautóval, helikopterrel, kránnal, bármivel, azt egy grippes üzemeltetik, figyel a biztonságra, operatőr, meg az egész stábnak a biztonságra ezzel kapcsolatban. Igazából a kigrippeknek a feladata, ezeknek a flegeknek, meg a kereteknek, meg mindennek a beragása is az amerikai szisztem szerint, az angol szisztem szerint, ott csak a kamera mozgatást. Ha jó vagy, akkor partner vagy az operatőrnek abban, hogy kitalált, hogy legyen az a snit megcsinálva. Nagyon sok operatőr olyan, hogy azt mondja, hogy ide szeretne egy kamerát föltenni, és nem érdekli, hogy kerüld a kamera, te dolgod, és azt mondja, hogy én így szeretem ide tenni, akkor azt mondja, hogy oké, csináld így. Van egy operatőr, aki kifejezetten azt mondja, hogy ezt így tedd ide, és ide kerüljön. Nagyon együtt kell tudni dolgozni az operatőrrel, a színészekkel, illetve a fókuszpullerrel. Igazából tehát nagyon-nagyon-nagyon sok rétű ez a meló. Nekem azért tetszett, és azért tetszik a mai napig. Alapvető grippes képzést indítanánk el, és abból utána szépen ki lehet fejlődni, úgymond ezekre a krángrippesekre, dollygrippesre, akkor kigripp, aki ügyes lesz, vagy fejtechnikusnak, stb. Ezekből mindegyikből hiányzik. Jelenleg többféle bérezés van, de általában a filmekben úgy van, hogy 30 és 38 ezer forint között lehet keresni egy nap. És sokkal-sokkal többet tudsz keresni idővel, ha eljutsz oda, hogy ha végig akarod járni ezt a ranglétrát, a lehetőséged megvan, gyere be a raktárba, 2-3 hónapig sétálják körbe, nézd, hogy melyik eszköz mi. Akkor, hogyha eljut oda az ember, ahogy már nagyjából el tudja mondani, hogy mi az, és mit mire lehet használni, onnantól van az, hogy kikerülnek úgymond egy ilyen szakmai gyakorlatra, ahol már a helyszínen tudnak filmgyártásba részt venni, tehát segítkezni. De nem kell hozzá ehhez egy egyetemi végzettség, meg érettség is kell hozzá. Valaki tudjon legózni, legyen kreatív, és legyen tisztelettudó. Nem 7 évet vagy az egyetemen is tanulsz orvosnak, jogásznak, bárminek, hanem fél év alatt megcsinálsz, és olyan szakma lesz a kezedbe, akár életed végéig ezzel kényelmesen el tudsz dolgozni.